Jelentősen megnövekedett az elmúlt időszakban a megyében a koronavírusos betegek száma, szakemberek szerint ezért is kell felhívni a figyelmet az egyéni felelősség fontosságára. Onnan indultunk, amikor márciusban elkezdődött a járvány, hogy néhány hónap alatt pár száz beteget kezeltünk, mondjuk 800 beteg augusztus végéig megjelent nálunk fekvőbetegként, akik pozitívak, gyanúsak voltak, ellátási igényük volt, de kevés volt közöttük a súlyos állapotú beteg. Ezt követően viszont rapidan emelkedett az esetszám, és néhány nappal ezelőtt elértük azt a bűvös számot, ami az 500 fekvőbeteget jelentette. Ez két telephelyünkön láttuk el ezt az esetszámot, a nyíregyházi telephelyünk mellett egy héttel ezelőtt a fehérgyarmati telephelyünkön is megkezdtük a koronavírusos betegek ellátását, és azt gondolom, hogy ez egy lélektani határ volt, amikor a két telephelyen együtt egy időpontban meghaladta az 500-at a bent kezelt esetek száma, akik között voltak pozitívak, gyanúsak, lélegeztetettek, nem lélegeztetettek, és az intenzív eseteink száma is nyilván az esetszámokkal arányosan emelkedik. Jelenleg 70 körüli az esetszám, akik intenzív ellátást igényelnek. Közöttük is van pozitív, gyanús, lélegeztetett és nem lélegeztetett beteg. A megbízott igazgató elmondta, átnézték a megyei kórház telephelyeinek adottságait, személyzetét, az ágyszámokat és a rendelkezésre álló kubatúrát. Ez alapján döntöttek úgy, hogy Nyíregyházán hibrid ellátást végeznek, tehát nem csak koronavírusos betegeket kezelnek, hanem az átszervezéseknek köszönhetően az egyéb szükséges feladataikat is ellátják. Hozzátettem, mindkét típusú ellátásra rendelkezésre áll a megfelelő személyzet és az eszközállomány. Egy hete pedig már a fehérgyarmati kórházat teljes kapacitásában is a koronavírusos betegek ellátására fordítják. A terület lakosait nem COVID ellátás szempontjából a szélesebb ellátási palettával rendelkező Máté-Szalkai kórház vette át. A két kórház és a két telephely közötti feladatmegosztás, és tulajdonképpen egy terület alapú feladatmegosztás a nyíregyházi telephelyre korábban háruló feladatokat egy kismértékben csökkentette, és néhány napja azt tapasztaljuk, hogy a bentfekvő betegek száma egyik telephelyünkön sem emelkedik, hanem van egy kicsi stagnálás mind a bentfekvő betegek száma, mind pedig az intenzíven kezelt esetek számában. Én azt gondolom, ez jó. Ez bízunk abban, hogy egy nagyon kicsi szusszanáshoz engedi jutni az egészségügyi dolgozókat, és bízunk abban, hogy a kormányzati intézkedések, amelyek ugye szigorításokat tartalmaztak és a kontaktusok számát hivatottak csökkenteni, azok hatással lesznek, és valóban csökkenhet az egészségügyi ellátórendszerre háruló teher. Az igazgató hozzátette, mind az általános COVID, mind az intenzív terápiás ellátásban szükséges személyzet, minden gyógyszer és valamennyi kiegészítő terápiás lehetőség rendelkezésre áll. Az általános COVID részlegeken a belgyógyászok mellett egyéb szakorvosok, szakorvosjelöltek, míg az intenzív osztályokon intenzív terápiás orvosok és korábban itt dolgozó, intenzív tapasztalattal rendelkező házi orvosok látják el a betegeket. A kórház vezetése kéri a lakosságot, hogyha információra van szükségük, az intézmény hivatalos weboldaláról és Facebook oldaláról tájékozódjanak.